francia események hatására ismét fellángolt a bevándorlással kapcsolatos vita. Miközben a magyar kormánypárt szigorítana, az Unió a terrorizmus elleni harcot nem tartja bevándorlás politikai kérdésnek. A többi között erről is kérdezem a Fidesz EP képviselőjét, az EP néppárti frakciójának alelnökét, Szájer Józsefet. Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket! A párizsi terrorcselekmények után feltűnő volt, hogy konzervatív európai politikusok mind igyekeztek a szabad, nyílt és befogadó társadalom értékeit hangsúlyozni. Szélső jobboldali politikusok beszéltek a bevándorlás megszüntetéséről, a határok lezárásáról, a politikai korrektség végéről. Hasonlóan egyébként Orbán Viktorhoz. Ön szerint miben magyarázható, hogy ő ebben a kérdésben retorikailag közelebb került a pártcsaládjába tartozó politikusoknál a szélső jobboldalhoz tartozó politikusokhoz? Ennyire égető kérdés ez Magyarországon? Nem osztom az ön nézetét, hogy ebben bármiféle szélső jobb oldalhoz való közeledés lenne, hiszen ez egy régi európai vita. Ha most megnézzük, például, hogy ki mit nyilatkozott Európában, akkor egyértelmű, hogy retorikailag hova tartoznak ezek a megnyilvánulások. De hogyha megnézzük mondjuk a 2014-es európai parlamenti választásnak a választási programjait, köztük a néppártét, vagy akár magát Juncker úrét, akkor látható, hogy ez egy régi vita. Én az Európai Parlamentben egyébként gyakorlatilag, amióta én ott vagyok, 10 év óta vitatjuk ezt a kérdést, és ebben a jobb oldal mindig egyfajta korlátozott bevándorlás politika mellett volt, mindig egy olyan bevándorlás politika mellett, amely jogi keretek közé szorítja ezt, az illegális bevándorlást megpróbálja kiszorítani, és az, amit Orbán Viktor is hangsúlyozott, az nagyon fontos, hogy a forrásnál, tehát azoknak az országoknak a területén, ahonnan a terrorizmus, bocsánat, a bevándorlás jön, azokon a területeken kell társadalmi segítséget nyújtani. Az Európai Unió egyébként a világ legnagyobb ilyen pénzügyi támogatást és fejlesztést nyújtó szervezete, amely például az észak-afrikai országokba biztosítja. Plusz hozzáteszem a Frontex, tehát az európai határoknak a védelmét is alapvetőnek folytatja. Egy dologban a Fidesz valóban egy kicsit határozottabb álláspontot képvisel, mint az Európai Néppárt. Ez pedig az, hogy mi sokan az Európai Néppárton belül is úgymond, mint egy munkaerő probléma, demográfiai probléma megoldásaként elfogadják a bevándorlás politikát, illetőleg azt, hogy ezeket a hiányzó, az európai gazdaságból, az európai közösségből hiányzó embereket bevándorláson keresztül pótoljuk. Ugyanakkor a másik oldalon ebben a Fidesz azt mondja, hogy ez nem jó megoldás, ez egy ilyen lerövidített menekülő út, ez eltereli a figyelmet azokról a tényleges demográfiai problémákról, és azokról a cselekvési programokról, amit Európában valóban kellene tenni, de hát ezeket a vitákat az Európai Parlamentben, az Európai Néppárton belül és a különböző fórumokon mi lefolytatjuk, ezek évek óta folyó viták. Még egy megjegyzés az ön kérdésére, hogy égető-e a kérdés. Magyarországon az elmúlt 2 évben radikálisan megnőtt a menekült kérelmeket kérőknek a száma, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország most szembesül azzal, amivel Nyugat-Európa egyébként évtizedekkel korábban. Ennek természetesen van összefüggése azzal a társadalmi konfliktussal, amely különböző vallási, nemzeti közösségek között az egyes nyugat-európai társadalmakban megjelenik. Ezek a konfliktusoknak az egyik kisülése az éppen a terrorizmus. Érdekes volt az előző elszólás, hogy a terrorizmus vagy a bevándorlás jön bizonyos országokból. Olyan mértékben összekapcsolódott a kérdésben is, úgyhogy elnézést kérek. Pedig valóban ez van ezek mögött, a viták mögött, legalábbis én úgy érzem, a miniszterelnök szavai mögött például, hogy ő azt gondolja, hogy ezekből az országokból a terrorizmust importálhatnánk Európába. De ha már említette Juncker urat, mint akitől nem állnak túl messze az álláspontok, az én olvasatomban szöges ellentétben állnak az álláspontok, hiszen neki van egy 5 pontos bevándorlásról szóló programja, aminek a bevezetésében kifejezetten úgy fogalmaz, hogy azt szeretnél elérni, hogy Európa attraktív és kedvelt bevándorlási célállomássá váljon, legalább annyira, mint Ausztrália, Kanada és az Egyesült Államok. És a programban is azt fejtik ki Jean-Claude Juncker nagyon alaposan, hogy demográfiai okokból, amire az előbb utalt, mint egy létező vitára, nagyon is szükség van a bevándorlásra, hiszen hamarosan a jelenlegi 4 helyet 2 aktív munkavállaló jut majd minden egyes 65 év felettire, és vannak különösen olyan foglalkozások, mint például a gondozói szektorban található állások, ahol a bevándorlókra nagy szükség van. A vitákról pedig éppen David Cameron mondta azt, hogy ez a helyzet most nem alkalmas arra, hogy bárki politikai állásfoglalások vagy viták indítására használja fel.
Hadd kezdjem azzal, hogy mindig is ezt mondtuk, tehát Orbán Viktor fél évvel ezelőtt is ezt mondta, egy évvel ezelőtt is minden vitában, és nem csak a magyar nyilvánosságban, hanem de most ebben a bevándorlás, helyzetben ilyen keményen fogalmazni, igen, a bevándorlás politikáról volt egy külön európai tanács csúcs, nem olyan régen, ahol a magyar miniszterelnök részletesen kifejtette szó szerint azt az álláspontot, amit elmondott, ami egyébként valóban az imént említett különbséggel, vagyis az, hogy mi nem gondoljuk a bevándorlást, mint egy olyan pozitív dolgot, amely Európának majd megoldja a demográfiai problémáit, ezzel mi is vitatkozunk, de az összes többi pontban 100%-ban az Európai Néppártnak a 2014-es választási programjával és Juncker úrével. Az előbb elmondtam. De ön szerint meglepő, hogy ebben a helyzetben, hogyha a magyar miniszterelnök a párizsi menetnapján kiáll, és a kulturális különbségek nem kívánatosságáról, a gazdasági bevándorlás káros voltáról értekezik, akkor ez kiveri a biztosítékot Európában, megint rólunk cikkeznek, nagy világlapok, egyébként Amerikában is velünk foglalkoznak, még hírcsatornák is, hogy ez az ország megítélésének árt, hogy minimum az időpont megválasztását rosszul mérte fel a miniszterelnök? Nem, mert ezek a problémák, ezek összefüggenek, ezt én is elismerem, nem azt mondom, hogy közvetlenül származik, de azok a kulturális, multikulturális és közösségek közötti kapcsolatok, amelyek jó részt a bevándorlás révén jöttek létre Európában. Persze ez nem egy egyszerű azonnali megoldás, hiszen ez évtizedek óta tart, az európai nyugati társadalmak elkényelmesedtek, nem akarták elvégezni a piszkos munkát. Ennek következtében bevásároltak olyan kulturális és társadalmi konfliktusokat, amelyek a végét kinyilvánítottak. Angela Merkel kimondta, hogy vége a multikultinak, Cameron azt mondta, hogy nem sikerült a társadalmi csoportok integrálása Angliában, amely hát azért mégiscsak egy világbirodalomnak a vezetője volt valamikor, tehát kellett, hogy hozzászokjon a sokszínűséghez. Ezek a konfliktusok ezzel összefüggésben vannak. Azt gondolom, hogy mi csak kimondtuk azt, amit egyébként mindenki gondolt. Ebben a helyzetben mindannyian az említett politikusok is kifejezetten vigyáznak arra, hogy ne keltsenek bevándorló ellenes indulatokat. Angela Merkel még az újévi beszédében nagyon hangsúlyosan arról beszélt, mennyire büszke arra, hogy Németországon igen, sok de teendők vannak, és abban talán mindenki egyetérthet, és Magyarországon szerintem egyértelműen egy olyan országban, ahol eddig ez a kérdés szociális konfliktusokat nem okozott, társadalmi konfliktusokat nem okozott, hogy igenis a legálisan kell garantálni annak a kondícióit, akár a jogi feltételeit is, hogy ki az, aki bejöhet, és ki az, aki nem. Európa vagy Magyarország határai nem lehetnek nyitottak, hogy jöjjön ide akárki, aki be akar jönni. És hát a bevándorlásnak van még egy másik következménye is, ez pedig az, hogy ezek ma már a forrásai belülről jönnek. Tehát például itt elkövetők, a mostani merénylet elköveteinek jelentős része is francia állampolgár volt, tehát gyakorlatilag ezekkel a kérdésekkel szembe kell nézni. Európa, ha nem néz szembe, el fogja veszíteni az európai politika, el fogja veszíteni a társadalmi támogatását annak, hogy az emberi jogokra is odafigyeljünk. Ki az, aki gazdasági bevándorló önök szerint? Mert hogy kívülről nézve úgy tűnhet, hogy csak az, aki szegény, mert aki mondjuk 250 000 eurót hajlandó fizetni egy letelepedési kötvényért Magyarországon, az jöhet nyugodtan, és ezért a pénzért megkapja az uniós állampolgárságot a jóboltunkból. Vizsgáljuk meg, hogy ez akkor az alapokhoz visszamenne, hogyan is néz ez ki. Milyen alapon adjon Európa bármelyik országa, a magyar adófizetők, bárkinek az ide belépéssel járó emberi jogok, szociális jogoknak a teljességét egyetlen pillanatra csak azért, mert valaki kéri. Ha valaki emberi életében fenyegetve van, akkor kötelességünk, hogy segítsünk rajta. A gazdasági tekintetben nem tudjuk a világot, tehát világban milliárdos nagyságrendben élnek szegény emberek. Azok mind rászorulnának például arra, hogy olyan szociális ellátást, olyan egészségügyi ellátást kapjanak, mint a magyarok. Na de ez Magyarországon olyan mértékben nem volt probléma az elmúlt időben, hogy mondjuk 2013-ban körülbelül 19 000 menekült érkezett, ezek közül 419-en kaptak menekült, befogadott vagy oltalmazott státuszt. Ezeknek menekült, is a nagy része a menekült és a bevándorló között különbség van. A menekült az, akit üldöznek. A bevándorló az, aki pedig úgy dönt, hogy ő nem bírja az otthoni nagyon szegény gazdasági helyzetet, vagy jobb lehetőségekre vágyik, és
be akar lépni egy olyan országba, amit ő kinézett magának. Ebben, na most a ebben a 19 ezer emberben vannak nyilván azok is benne, akik ilyen célból szeretnének kikuradni, hát hiszen különben legálisan. Ennek szigorú szabályai vannak, hát a dublini rendszerben Magyarország még csak nem is maga dönti el ezeket a kérdéseket. Erre van egy európai rezsim, milyen feltételeket kell teljesíteni valakinek ahhoz, hogy menekült státuszt kapjon. Na most az új európai szabályozás egyébként, például a munkavállalási engedélyek tekintetében szintén nem értek egyet vele, de ösztönzi például a magasan kvalifikált embereknek az elhozatalát. Ez szerintem szembe megy azzal az elvvel, hogy a helyi társadalmakban oldjuk meg ezeket a problémákat, mert elszívja onnan a legtehetségesebb, legjobban felkészült embereket. Németországnak óriási szüksége van a komputerhez értő számítástechnikus szakemberekre. Szerintem ne a harmadik világból elégítse ki ezeket, úgyhogy elszívja az ott felkészült embereket onnan. Németország, Franciaország, Magyarország, ha demográfiai problémái vannak, és amit ön is idézett Juncker úrtól, hogy majd a nyugdíjasokat nem lesz, aki eltartsa, akkor kezdjen egy nagyon határozott népesedés politikába. Oldja meg a problémát. Itt van Európában elképesztő méretű a válság után a munkanélküliség. Európában az embereknek a több mint 10%-a munkanélkül van. Tehát szó se lehet arról, hogy mi kívülről igényelünk munkáról. Itt van a cigányság. 10 milliós nagyságrendű cigányság van Európában. A miniszterelnök ezt is elmondta bevándorlási csúcson. Óriási erőforrás arra, hogy azokat a tevékenységet belülről, Európán belülről oldjuk meg. Tehát én egyszerűen nem látom racionális indokát, és az, hogy erről egy vita keletkezik, higgye el, pillanatokon belül erről óriási vita lesz Európában, és meg kell, hogy mondjam, hogy nem az Orbán Viktorhoz hasonló józan hangok fogják meghatározni ennek a vitának a hangnemét, hanem azok, akik ennél lényegesen említett csúcson egyébként a sajtótudósításra szerint elég kínos csend fogadta Orbán Viktor beszédét, de hogyha arról beszél, hogy belső nem volt visszhang. A kínos csend azt jelenti, hogy nem volt visszhang. Magyarországon volt a magyarországi baloldali pártok, akik egyébként ilyen értelemben szerintem azt mondják, amit egyébként az európai szocialista pártok is mondanak, hogy nyissuk ki a kapukat, a zöldek is ezt mondják, Libe, nyissuk ki a kapukat, aki akar, jöjjön be Európába. Hát ebből amivel mi nem értünk egyet. A nagyköveti értekezleten egyébként Orbán Viktor maga mondta, hogy kínos volt a fogadtatása ennek a beszédnek, de ha most csak visszatérek arra, amit az előbb arról mondott, hogy hát belső erőforrásból is meg lehet oldani, akkor egy másik problémánál tartunk, mert az ön szavait úgy értelmezhetnénk, hogy az nagyon rendjén van, hogyha mi képzetlen romáinkat például elviszik Nyugat-Európába takarítani, de annak már nem örülünk annyira, hogyha az orvosokat, vagy az informatikusokat, vagy a mérnököket viszik el. Ez így van, de azt gondolom, hogy ezeket a problémákkal, a probléma az, hogy a bevándorlás... Mi erre a válasz? A bevándorlás elkényelmesítette Európa döntéshozóit. És most jönnek rá, hogy a demográfiai probléma a nyakukon van. Ezen közben, mivel nem akartak elvégezni bizonyos tevékenységeket, vagy... De önöknek lenne arra, válaszuk, hogy azokat figyék, akik munkanélküliek Magyarországon, és mondjuk állami segélyből élnek, és azokat ne vigyék, akiknek a képesítésére szükségünk? Szerkesztően Európában van több mint 10% munkanélküli. Az ifjúsági munkanélküliség 25% fölött van. Egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy ennek a fényében akár az értelmiségi munkanélküliség, akár a segédmunkás munkanélküliséget ne lehetne, ha erre jobban odafigyelünk, és nem azt mondjuk, úgyis jönnek majd a bevándorlók, ezzel megoldjuk. Na, miközben a bevándorlókkal, Európa bevásárolt egy csomó olyan társadalmi konfliktus, ami nem a mi problémánk volt, az a probléma volt Iránban, probléma volt Afrikában, amiket persze nyilván Európa felelős, nem Magyarország, hiszen mi a gyarmatosításban nem vettünk részt, de ezeket a konfliktusokat nem vált, és egy rövidített utat választottak, ezzel szembesülnek ma. Igenis, ha munkaerőhiány van, akkor annak a 25% munkanélküli fiatalnak kell, akik az utcán tüntetnek, mert nincsen munkájuk Spanyolországtól, Londonon át Lengyelországig, vagy akár Magyarországig, igen, Magyarországon is fiatal, de Magyarországon nagyon gyakran nem a munkanélküli.
Hát Magyarországon a kormánypolitikájával azt szemben elégedetlenek tűntetek, nem tudjuk, akkor, hogy hányan munkanélküliek között. Akkor, ha ebbe belemegyünk, akkor körülbelül ezek a tüntetések ugyanúgy. Spanyolországban ugyanúgy a kormánypolitikája jelen tüntetnek. Tehát akkor a tüntetők menjenek Nyugat-Európába dolgozni? Azzal a különbséggel, hogy ők a bankok, meg a multinacionális cégek ellen tüntetnek Magyarországon, meg a kormány az, aki megteszi ezzel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket. Tehát akkor a fiatalok, akik tüntetnek, inkább menjenek Nyugat-Európába dolgozni? Nem, Magyarországon is van munkaerőhiány, itt is lehet munkalehetőségek. De abból, amit az előbb mondott, az következik, hogy akkor a belső munkaerőért indulna meg egy nagyobb harc, és a mi fiataljaink is mennének. Cigányság nem csak Magyarországon él. Akkor csak a cigányok menjenek Nyugat-Európába dolgozni? Mennek azok maguk is egyébként, csak nem, tehát képezni kell őket, hogy jó, de hogyha azokat a demográfiai problémákat, amiről Jean-Claude Juncker is beszél, nem külső erőforrásból, hanem az unión belülről oldjuk meg, annak az az eredménye, hogy még nagyobb elvándorlás lesz, például Magyarországról Nyugat-Európába. Ezzel is számot vetett? Nem, ez meg a magyar kormány dolga, hogy ezt megakadályozza, Magyarországot olyan vonzóvá tegye, ezt egyébként teszi is a különböző munkavédelmi és egyéb munkahelyvédelmi és egyéb programokkal. Folyamatos de az elvándorlás. Én azt gondolom, nem, hát nyilván nagyobb, mint egyébként korábban, ez azzal jár, hogy Európában szabadon lehet dolgozni, illetőleg a válságnak az eredménye, hiszen a keresetek lényegesen jobbak arra. Nem erről van szó, az meg már a mi dolgunk. Váltsunk témát, egyetérte Kövér Lászlóval abban, hogy kivezettette az uniós zászlót a magyar parlament ülésterméből, illetve hogy a parlamentre nincs már kitűzve ugyanez az uniós zászló. Én egy elkötelezett európai vagyok, Magyarországon is mindig ezt képviselem, ugyanakkor persze nem Európát képviselem Budapesten, hanem Brüsszelben képviselem a magyar embereket, tehát itt azért nincsen iránytű. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió és az Európai Unióval való közösségünk az egy példátlan lehetőség Magyarország számára. Ennek következtében nyilvánvalóan házelnök úr biztos alaposan megfontolta a dolog szimbolikája miatt, én nekem ez nem különösebben tetszik. Házelnök úr azt mondta, hogy az, hogy egyáltalán kint volt korábban az a zászló, az a szocialisták szokásos szolgalelkűségének és alkalmazkodó képességének a szimbóluma. Bár megjegyzem, a Fidesz sem zavarta korábban ez a zászló, csak a Jobbikot. Engem nem zavar az európai zászló. Tehát ön szerint hiba, hogy olyan ügy lesz abból, hogy hol van kitűző, hol nincs kitűző, bent lehet az ülésteremben, mintha minimum egy szovjet zászlót akarnának bevinni? Azoknál, akik ebből ügyet csinálnak nyilvánvalóan, én nem olvasnék bele annyit, mint amennyit. Ügy ez akkor, hogyha mindehhez még azt is hozzátesszük, hogy Kövér László közben arról beszél, hogy meg lehetne fontolni az Európai Unióból való lassú kihátrálásunkat? Ő azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha folytatódik az a fajta vegzálás a Magyarországnak, amelynél lényegében indokok nélkül folyamatosan bántanak, tehát ő indokot adott ehhez, nyilván a Fideszen belül is ezzel kapcsolatban különböző elképzelések vannak, ezeket megvitatjuk egymással az európai politikában. Én személy szerint is elkötelezett európai vagyok, nem vagyok viszont vak. Én éppen azáltal, hogy benn vagyunk az Európai Unióban, az imént említett hosszan vitatott bevándorlási kérdés is ilyen, nem arra tettünk fogadalmat, hogy befogjuk a szánkat, hanem arra, hogy annál az asztalnál, ahol ezek a dolgok rendesen megtárgyalhatók, ezeket el is mondjuk. Na és az ilyen szólamok miatt nem kell magyarázkodni aztán akár az EP-ben, akár az EPP-ben? Magyarázkodni nem kell, mert ezt mindenki tudja. Hát a Fidesznek az álláspontja az Európai Uniós tagság, annak ebből óriási gazdasági, de szimbolikus erőnye is származnak Magyarországon. Tehát amikor Kövér László egyáltalán kijelenti a száján azt, hogy meg lehetne fontolni a kihátrálást, akkor önnek senki nem tesz fel ezzel kapcsolatban. Képzeljük el azt, hogy Magyarország az elmúlt évek gazdasági válságát hogyan tudta volna átvészelni akkor, hogyha nem az Európai Unióban vagyunk. Gyakorlatilag padlóra vittek volna bennünket, az Európai Unió megvédett ebben. Magyarországon a fejlesztések nagyon jelentős része európai forrásból van, az, hogy a gazdasági növekedés az idei évben, jövő évben ilyen jelentős európai rekordot dönt, ezt Európa segítségének tartjuk. Egy dolgot viszont azért, ha már erről kezdtem el beszélni, megjegyeznék, mi egyetlen egy fillér plusz pénzt sem Németországtól, sem Franciaországtól, sem a hozzájáruló államoktól
arra, hogy a válságot külön kezeljük, Görögországgal, Spanyolországgal, Írországgal ellentétben nem kaptunk. A normálisan az Európai Unió már korábban elhatározott rezsimjében érkeztek ezek a fejlesztési pénzek. Ennek egyébként az egyik oka az volt, hogy Magyarországon nem kellett a bankokat megmenteni a válságtól, mert hogy ezek jellemzően nem magyar és nem állami tulajdonban voltak. Ezek a bankok kivitték a válság rögtön az elején az összes pénzüket, és itt hagyták a valuta hitelesekre, svájci alapú hitelesekre a dolgot. Előtte bezsebelték az óriási profitot a 2000-es éveknek a közepén, ezekből a hitelezésekből, utána pedig, amikor válság volt, akkor kivonták innen a leányvállalataikból az ebből származó hasznot, és ezekből szanálták a hazai bankjaikat. Ön már korábban is megfogalmazta azt, hogy ahol aránytalanul magas a profit, ott ön szerint a kormánynak lépnie kell. Ilyen volt az is, ami a szupermarketekkel történt, ahol egy 0,1%-os adótételt 60-szorosára emeltek, ez az a bizonyos élelmiszerbiztonsági felügyeleti díj. Ezt én nem követtem meg az első mondatával, sem vagyok egészen biztos, hogy ennyire sommásan fogalmaztam volna valaha is, de én azt gondolom... De az Inforádióban fogalmazott ennyire sommásan. Azt is mondta, hogy bátor a kormány, amely az internetet megadóztatja, és azt is, hogy ahol aránytalanul magas profit keletkezik, ott az államnak lépnie kell. Akkor lehet, hogy nem fogalmaztam pontosan, mert az internetadó kapcsán az internetnek semmiféle adóztatása, az internet használatnak nincsen semmiféle adóztatása, tehát ez egy olyan terület, amely az adózáson kívül maradt Európában is, hát most Obama próbálkozik Amerikába az internet megadóztatásával, de ez eddig kívül maradt, tehát ennek következtében ez a szféra nem is adózott. Mint ahogyan mondjuk itt van ez a híres médiaadó, vagy reklámadó. De én most azt kérdeztem, hogy a hipermarketekkel szemben azért kell lefellépni, például egy adótétel 60-szorosra emelésével, mert hogy ott is aránytalanul magas profit. Én azt gondolom, talán vigyük egy más terepre a dolgot. Én azt gondolom, hogy a kereskedelmi tevékenység egy olyan tevékenység, amit Magyarországon óriási mértékben visznek. Itt egy óriási verseny van, itt teljes piac van, tehát itt ebben, hogyha az állam lát adóztatási lehetőséget, és lát forrásokat, meg lát esetekben adóelkerülést, akkor nyilván meg kell látni. Nagyon gyakran ezek mögött az adóemelések mögött nagyon gyakran az van, hogy mint az internetnél is, hogy adóelkerülések vannak, a reklámadónál ugyanez volt az alapvető indok. Én ezt az indokot a hipermarketekkel kapcsolatban még nem hallottam, hogy adóelkerülés lett volna, de azt az elméletet hallottam, hogy itt valójában a multinacionális tőke kiszorítására. Hadd mondjak, akkor pont ezzel kapcsolatban akartam valamit mondani. Van egy olyan kormányzati politika, és az adópolitikának vannak tartalmi következményei is, hogy szeretnénk a kiskereskedelmi vállalatokat, a kis és közepes cégeket helyzetbe hozni. Ezt jelenleg az óriási dominanciája a multiknak nem teszi lehetővé. Ezt, ha lehet adópolitikával segíteni, akkor én mögötte vagyok. Tehát itt egyszerűen a multik visszaszorításáról van szó, történetesen adópolitikai eszközökkel, hogy a hazai vállalkozások. Mivel nem én vagyok a döntéshozó, nem is az adóztató, sőt, még ezekről az adótörvényekről nem is szavazok, ezért a mögöttes indokokról legfeljebb itt találgatás címén fogalmazhatunk, de azt mondom, hogy a kormánynak van egy politikája, amely a kis- és középvállalkozókat, akik egyébként a legtöbb munkahelyet teremtik Magyarországon, segíti, és ebben adott esetben ilyen módon bele is avatkozik a versenybe. Éppen ezért figyel oda bizonyos értelemben Európa, ezért vannak az Európai Bizottságban bizonyos kötelezettségszegési eljárások ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy ez nem éri el azt a határt, amely versenysérelemként megjelenik, tehát mivel számos országban van ilyen, és igyekeznek ezek között a kis- és középvállalkozók segítésére ilyen típusú intézkedéseket bevezetni. Valószínűleg lesznek egyébként ebből még uniós bírósági ügyek, de az előbb nagyon szépen beszélt arról, hogy mi mindent tett értünk az Európai Unió, és azt mondta, hogy azért még soha nem kellett magyarázkodnia a Brüsszelben, hogy itt Magyarországon kormánypárti politikusok hogyan fogalmaznak az unióval kapcsolatban. Ezt nem mondtam, mert konkrétan kérdezett kettőre. Azok valóban nem olyan ügyek voltak, amit megkérdezték. Engem naponta megkérdeznek, hiszen a nyugat-európai közvélemény, köztük a képviselők is, a nyugati sajtó, német sajtónak a közvetítésével értesülnek Magyarországról. Márpedig, ha ezeket elolvassuk, akár ön is egy
nagyon kicsit objektív szemmel, akkor ezekben azért enyhén szólva, finoman szólva túlzások vannak, kikerekítések. Mi a figyelem középpontjában vagyunk, tehát nagyon gyakran engem megkérdeznek a liftben, a folyosón. Az a különbség, hogy van egy csomó olyan ember Európában, aki nem tudja megkérdezni, és nem kapja meg azt a helyes választ. Német politikusok, amik megkérdeznek valamit, akár CDU-s, CSU-s politikusok, és akkor mondom nekik, de hát nem ugyanez a vita folyik nálatok ebben és ebben a konkrét kérdésben. Ja, akkor már értem, más kontextusban jelenik ez meg, sajnos nem lehetünk ott mindenki mellett, és hát ez a nyugat-európai közvéleménnyel már nagyon nehéz szembe menni. Mennyit kell magyarázkodni a magyar-orosz viszony miatt, hiszen voltak ezzel kapcsolatban is felvetések, nem mindenki értette, különösen lengyel kollégáinknak voltak olyan megjegyzései, akik ezt nem értették, ott is el kellett magyarázni, hogy hát most már elég hideg van, január közepén szemben Lengyelországgal, amelynek alternatív gázforrásai is vannak, közvetlen gázforrásai, a magyar gáz, miközben a magyar háztartásoknak a 80%-a gázzal fűtik, ebben a tekintetben van egyfajta függés. Milliószor kértük az Európai Uniót, hogy segítsen ennek a megoldásában. Ott volt a Nabucco projekt, amely csődöt mondott, ott van most a déli áramlat, amely csődöt mondott, amely persze nem képezett volna ilyen értelemben alternatívát, mint a Nabucco, de Európa magára hagyta egy évtizeden keresztül, pedig volt egy Ukrajnában, már leállították tével ezelőtt a vezetéket, tehát volt a tél kellős közepén, Európa ebben a tekintetben nem segített bennünket. Most egyébként a Juncker programnak a keretében lesznek energetikai jellegű és az hálózatokat összekötő rendszerek. Szlovákokkal megállapodtunk, azokat összekötjük, ezért tudunk mi Ukrajnába gázszállítani most, mert ezek a rendszerek most már kezdenek összeállni, de ezekben túlnyomó részben orosz gáz van. Biztos. Ami azt jelenti, hogy Magyarország függésben van ebben a tekintetben, nem teljesen szabad a kezünk. Biztos lesznek erre érdekes reakciók, hogy azt mondja, hogy azért kellett Oroszországhoz közelednünk, mert Európa nem magára hagyunk minket. Nem közeledésre mondom, azt mondom, hogy a normális viszonyt kell ápolni, hogy megakadályozzuk a katasztrófát. Viszont mivel sajnos fogy az időnk, ezért mindenképpen rátérnek Angela Merkel látogatására. Mennyi igazság van abban a sajtóértesülésben, hogy azért jön, hogy az orosz szankcióknál a szavazatokat Magyarországról biztosítsa? Az Oroszországot illető szankciók esetében, amiről majd később lesz szavazás, a magyar szavazatot biztosítja. Hát azt kell mondjam, pont fordítva, a német politika ebben a tekintetben mindig is, hát nem merték nyíltan ennyire egyértelműen mondani, de hát alapvetően nézze meg a német kormányra nehezedő gazdasági, óriási, hatalmas gazdasági koncernek érdekeit és ezeknek a különböző megnyilvánulását, mivel a német kormányra gyakorolnak nyomást, hogy függesszék fel a szankciókat. Steinmeier úr decemberben azt mondta, hogy a szankciópolitika Németország vagy Oroszország irányában nem egy olyan politika, amely elfogadható, amely hosszabb távon érvényesülhet, vagyis azt kell, hogy mondjam, pont az ellenkezője igaz. Németország, azt is mondtam, bennünket küldött előre ezen a terepen. Mi Magyarország mindig nagyon határozottan elmondtuk, de ma már egyre többen mondják az német európai... Német biztatásra mondtuk? Tehát Németország arra biztatta Orbán Viktort, hogy nem, fogalmazza nem, meg nem állítom, mert én nem ülök ott ezeknél az asztaloknál, de azt, hogy a német érdekeknek az az álláspont felel meg, amely a szankciók és az ellenszankcióknak véget vessen, miután ezeknek a eredményessége meglehetősen kétes, ebben a tekintetben mi annyit állítok, hogy egy németországihoz közelebbi politikát viszünk, tehát az, hogy emiatt jöjjön és ezért toljon le bennünket, hát azt ennyi az Európai Néppárt hivatalos nyilatkozata szerint támogatják a szankciók fenntartását, és szükség esetén újabbak bevezetését is. De higgye el, minden európai fórumon támogatjuk, de elmondjuk a véleményünket, hogy ez milyen károkat okoz Magyarországnak és Európának, és azt, hogy ezek nem fenntartandók hosszabb távon. Ebben egyre inkább partnerre találunk például a németekben. Ön az EP-ben az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségnek is a tagja. Mennyiben kell magyarázkodni a magyar-amerikai viszony miatt, ami hát mondhatjuk, hogy a rendszerváltás óta történelmi mélypontra süllyed? Hadd mondjak itt valamit, ami nem kapott eddig nyilvánosságot. Én Welt asszonnyal, aki hát mindenben ellenségünk, és jót még rólunk soha nem mondott, együtt nyújtottam be egy kérdést a bizottsághoz még valamikor decemberben. A
kitiltási üggyel kapcsolatban, mert azt mondta, hogy az elfogadhatatlan, ez egy liberális holland képviselőasszony, elfogadhatatlan, hogy az Egyesült Államok magyar személyeket mindenfajta indokolás nélkül hát eltilt a belépéstől. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezt emberjogilag közelítjük meg, akkor az európai kollégáknak a szolidaritása, vagy legalábbis a legelvetemültebbeké az ott van, hogy a többieké azok nem ismernek, ezzel nem foglalkoznak, tehát ez az ügy Európában nem kavart nagy figyelmet, ez alapvetően amerikai-magyar viszonynak tartjuk. Ilyen is volt a válasz egyébként, a kérdés, a bizottság azt válaszolta, hogy európai szinten erről nem tájékozódunk. Imbert asszony azt mondta, hogy ez nem helyes, mert Európának ki kell állnia a saját állampolgárai mellett, név szerint Vida Ildikó mellett. Mennyiben ért egyet Rogán Antalnak azzal a megállapításával, hogy az Egyesült Államok nagykövetségei ki akarják erőszakolni a szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálását, és valójában a kitiltási ügy is erről szól? Nem hiszem, hogy pont ezt az erőszakolás szót használta. De, szó szerint ezt a kifejezést használta. De az, hogy van nyomásgyakorlás, és ennek különböző okai lehetnek, és ennek az egyik oka lehet a szabadkereskedelmi megállapodás, az így van. De hogyha a szabadkereskedelmi megállapodásra mondhatok egy mondatot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy például az Európai Parlamentben jelen pillanatban ennek a megállapodásnak nincs meg a többsége. A szocialisták egy nagyon jelentős része nem támogatja, a teljes baloldal nem támogatja, a néppárton belül sincs teljes támogatás emellett. Egy óriási vita lesz, azt kell mondjam, az elkövetkező 3-4 évnek talán a legnagyobb nagyságrendű vitája lesz, hogy ebben a tekintetben egy ország, az Egyesült Államok a saját érdekeit érvényesíteni fogja. Azért zárójelben megjegyzem, hogy Amerikában sem dőlt el ez a kérdés, hiszen ott is a demokraták ellenzik, a republikánusok támogatják, Obama elnök meg támogatja. Tehát az, hogy ehhez meg lesz a kongresszusban a többség, az még addig még sok víz le fog folyni a Dunán, meg a megérintett amerikai és európai folyókon. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a fajta vita, ami jelen pillanatban e körül kibontakozott Európában, ez jót tesz, mert az európai tárgyaló felekén, Cecilia Malmströmöt, aki ezügyben Európa nevében tárgyal, jól ismerem, tudom, hogy a tárgyaló asztalán azokat a kérdéseket, a GMO kérdését, a konfliktus megoldási mechanizmusnak a buktatóit, és még nagyon sok más, a audiovizuális védelem, tehát a hollywoodi elárasztással szembeni védelem kérdéseit nagyon tisztában van. Az, hogy a környezetvédelmi előírásainkat, meg élelmiszerbiztonsági előírásainkat nem vihetjük lejjebb, Európa nem szabályozhatja újra ezt az egészet, pusztán azért, mert az amerikaiakkal egy ilyen ezelőtt teljesen tisztában van, tehát én nem hiszem, hogy olyan megállapodással jönne vissza, amelyben ezek benne maradnak. Egy dologban hibázik itt Európa, ez pedig az, hogy nem azon gondolkodik, hogy mit tehetnénk mi európaiak. Például, amit Orbán Viktor mondott, hogy alacsonyabbá kell tenni az energiaárát, mert nem versenyezhetünk Amerikában háromszoros energiaárakkal, ott a benzin annyival olcsóbb. Nem ezen gondolkodik, hanem azon, hogy milyen károk lesznek majd, hogyha ránk keresztik ezt a kereskedelmi megállapodást. Mi meg azt mondjuk, hogy Európának, a Juncker program egyrészt valamennyire ebbe az irányba megy, Európának meg kell erősödnie, hogy tudja állni a verseny. Magyar gazdaságnak is ez a feladata. Gyakorlatilag minden időnk lejár, de egy dolgot még muszáj megkérdeznem öntől, mint az alaptörvény egyik szerzőjétől, hogy mit szól ahhoz, hogy Stumpf István alkotmánybíró azt mondta minap a könyve bemutatásánál, hogy szerinte vissza kellene adni az Alkotmánybíróság 2010 után elvett jogköreit, és ezt Gulyás Gergely, az országgyűlés fideszes alelnöke is támogatta, azt mondta, hogy bárcsak a magánvéleménye, de szerint ez valóban meg kéne fontolni. Hát erről vitakolt, tegyem én is hozzá a magánvéleményemet. Én azt gondolom, hogy ezekre a korlátozásokra racionális okokból annak idején szükség volt. Azt most, hogy megváltoztak ezek a feltételek lényegesen, ezt meg kell vizsgálni. Én nem látom egyébként lényegesen a gazdasági helyzetnek, a gazdasági környezetünknek a lényeges megváltozását. Egyébként pedig ennek a passzusnak van egy úgymond ilyen naplemente klauzulája, ami arról szól, hogy ha elérjük az adósságon belül az 50%-i arányt, akkor ez automatikusan visszaáll. Vagyis ez a korlátozó szabály kizárólag addig van,
én nekem könnyebb dolgom lenne az európai fórumokon, hogyha ezt megtenné Magyarország, a gazdasági racionalitását pedig döntsék el itthon. Stóf István úgy fogalmazott ettől a szabálytól függetlenül, hogy a hatáskörök csorbítása egy olyan seb a magyar alkotmányosság testén, amelynek a gennyesedését meg kell állítani, ki kellene mosni ezt a sebet és helyreállítani a teljes felülvizsgálatot. Hát európai országoknak a jelentős részében az alkotmánybíróságnak nem terjed ki a teljes jogköre a minden jogszabálynak a felülvizsgálat, tehát ebben Magyarország egyáltalán nem kivétel. Én azt mondom, hogy a racionalitás, az hatékonyság, egy gazdasági válságon való túlélésnek az érdekei, amíg ezt felülírják, addig inkább bevállaljuk ezt a szépséghibát. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm a lehetőséget.